Székutas képviselő testülete támogatja a Vásárhelyi Önkormányzat közgyűlésének kezdeményezését, és 500 ezer forinttal járul a Mezőváriban létesítendő új óvoda költségeihez. A támogatással kapcsolatban ma tartott sajtótájékoztatót a két település polgármestere Székutason. Hódmezővásárhelyen 1000 ember, cégek és gazdasági társaságok ajánlották fel segítségüket, hogy Mezőváriban új óvoda épülhessen. Több mint 40 millió forint gyűlt össze, de építőanyagokat és egyéb felszereléseket is adományoztak a cégek és vállalkozások további 10 millió forint értékben. A kezdeményezéshez most a Székutasi Önkormányzat is csatlakozott. Örömünkre szolgál, hogy a járásszékhely településünk kezdeményezéséhez a testület egyhangú határozata alapján a település költségvetéséhez mérten szerény, de annál nagyobb szeretettel adott 500 ezer forinttal szeretnénk, hogyha ez óvoda megépülne. Emellett a képviselők személyesen is fognak majd adományt nyújtani a mezővári óvoda felépítéséhez, tette hozzá a település első embere. Bízom benne, hogy ez az 500 ezer forint, amit Székutas fölajánlott, nagyon jó helyre kerül, ugyanis Mezőváriba már a régi óvodával szemben kijelölték a telket, és ahogy az ügyintézés halad, bízom benne, hogy jövő évben elkezdhetjük az építkezést. A készülő beruházást késleltette, hogy helyhatósági választások voltak Ukrajnában, de Salamon Elemér polgármester urat ismét megválasztották, így újra a kijelölt mederben haladhat a munka, mondta Almás István, aki köszönetét fejezte ki Székutas önkormányzatának, majd hozzátette, továbbra is várják a felajánlásokat.